Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Egy pár nap ezelőtt vettünk egy egysoros Krone Schilaus autót, amit ma üzemeltünk be. Ugye úgy vettük meg, hogy elmentünk megnézni, és nem tudtuk kipróbálni, mert nem volt mivel meghajtatni. És megvettük úgy. Máma kijöttem olyan délfele, egy óra fele. Itt volt egy 4 hektáros táblába, most állok bele. Kijöttem, vágtam két ilyen pauttal, és valami ok folytán megállt a grup. És a grup forgott. Nem tudom magyarul, hogy mennek egy differencia, vagy nem tudom, hogy. Hát, kicsit. Forgott, csak a... Nem hajtotta a gép, nem hajtotta a géped. Hajtotta a gépet, és haza kellett menjek. És most csináltuk meg. A Danival levettük róla a gruppot, én most úgy mondom neki, még úgy mondjuk. Tehát ami megy bele, gardán meghajtás, arról beszélünk. Levettük. És majdnem szélszedtük, hát félig szélszedtük, és azt mondta Dani, hogy inkább elviszi egy szerelőhöz. És kiderült, hogy egy kicsi kis szeg van benne, és az el volt törve. Úgyhogy feleslegesen szélyeztettük. Annyi baja volt. Danival hazahozta, közben az ember nem volt olyan szegje, hazahozta, nekem a kombányban volt. Feltettük a helyére, feltettük a szeget. És most raktuk össze, és most jöttem ki. Én még kellett húzzak valam benne egy lánc, azon még húztam egy kicsit. Azért meg itt a végén ilyen lassan, mert de nagyon ráz. Azért vettük a Schilaus-aut, mert a kukoricák azok, mint látassátok, oda szartak az idején. Nem volt csapadék, jó volt a fejlődés, szép volt, gyönyörű volt a kelés. De ez itt még a legjobb táblán. Hát nem. Hát itt az alja még elég jó. Hát itt az alja van, hogy képítés, kaura. Ettől még van sokkal rosszabb is nekünk, de nincs. Itt nagyon nagy kevés csiva rajta, sok helyt van. Itt mondjuk itt az alja még csöves. Hihetően jó csöves. De már itt mindjárt egy 50 méter múlva már alig van. Mi fogja nagyon? Na, lehet, hogy kéne utána egy kicsit rajta össze. Ha meglássuk. Srácok, mivel van tehenünk, vettünk egy Schilaus-aut, úgyhogy Schilaus-uk lefele, amennyi kell. Hát de már mondtuk ott, mint láttátok a videót, hogy bemutattunk az elején.
Van a silauzó, egy soros, ugye ezt ismeri, mert már dolgoztunk. Ugye van a YouTube-on fel videó, Dani mondta már, 16-ban silauztunk, 17-ben is, 18-ban is. De nem öve. Nem ezzel, egy ugyanilyen, ugyanilyennel, az is egy krona volt. Még elég jó az öde kukorica, de... Nincsen annyira felsűrve csak, na. Csak nem nagyon hoztak össze. Igen, nem volt esően csű. Nem névittem ott, lehet, hogy lenne egy tonna rajta hektáron ki. Nem lenne egy tonna, nyílt még jobb szövetünk. Igen, de fent. Fent meg semmi. Fejtettük a kékremolkánkra a magas sétaut, hogy láttassátok. Most félje vele, jó volt. Hónapra kérünk még egyet. Ja, és azt nem mondtam, hogy az a kis szeg, ami eltört, ahhoz nem is kellett volna levenni a gruppot, hanem csak van egy ilyen tekerő, egy kapak, és ott azt leveszed, és ott van bent. Úgyhogy jó, megjárt az ember, jó mondják, azt egész addig meg nem hal, mindig tanul. Igen, mert nem mondtad, hova végig a gruppot, kapjuk szét. Tudtam, hogy nincsen nagy baja, mert nem is morgott, nem is csinált semmit, csak nem hajtotta. Na innen ki már semmi végig. Hát itt van. Hát ott most 100 méteren esetleg, amit van egy kicsit. De itt is zöld, meg itt is megígve, felígve. Az aján hát vagy 10 centi van itt meg. Itt mennyi lehet egy jó méter? Hát annál több. Másfél. Annyi van biztos. Itt már itt megint jobb ez a felfele. Vágjuk befele, nem játszunk vele, legalább tényleg jól ének a télen. Van hunden, az a baj. Van hunden vágni. Most jól lett az idején ennyi tengeri. Most az ebben, most vettük a legtöbb tengerit az idején. Ennyi kukoricák sem volt még, mint az idején. Hol most lett ez a magyar? Vetve. Nem volt ennyi. Ja, vetve. De a tavaly többet van 2 hektáron az idején, az egészen. Gyönyörű volt a kerés, gyönyörűen fejlődött, hogy jó volt a gyomírtás. Olyan kukoricánk volt. Jó volt a gyomírtás, megkapott minden. Az idején rakódott a rakóban javasul lettek volna Sadir. Csak kormány hét. Az idején azt hiszem, hogy rekord lett volna. Nincs mit csinálni már azok is. Kukrica, ami benne lesz. Az a helyzet, hogy még fogják használni kis táblákat, mert vannak még olyanok, hogy itt szembe vélünk, itt több mint egy hektárat semmi. Az abszolút semmi, a lettűr még egyszer ilyen rossz. Hát vannak még sok idők, ami nagyon rossz. Ugye mai sebessége gyorsabban mentem, de semmel egyre lassabban meg, mert nehogy eltűrje meg ezt a kis bütyürkét. Nem megy a díj szaporán. Ahogy ne. Így is meghatta. Az a jó sűrű, szadja. Ja, nagyon sűrű, hogy ilyen zöldi. Itt szív zöld, nem is ahol van baj, meg itt nem ahogy, itt van két, mert itt majdnem. Itt még van egy kis nyomorék, kis valami kis sűrű. Csövet kihozta, csak kicsi, meg nincs benne semmi. Zsutka. Hamarabban van egy kicsi, de... És hát úgy mindegy már, elkezdtük, ezt már bevágjuk. A végén nem érte a gyomírtás, itt olyan, hogy 3 métert kihagytuk, vagy nem tudjuk, mi történt itt. De mindegy lett volna, mondjuk a többi volt, tiszta volt, mindegy, meg minden darab, ez is milyen tiszta, szágaz nem volt benne. A gyomírtás nagyon bejött. A izének most virágzik a nap a forgó. Én már elnyílott. Meglássuk, hogy mit fog adni. Kíváncsi leszünk. Hát, én szerintem... Lenne egy tonna, másfél jó lenne. Hát, már nagyon sokat mondtál. Egy tonna csak lesz, nem? Nem tudom. Na, meglássuk. Hát szépek voltak azok is nagyon. Hát elég jókat áll nyíró, és nem tudom, milyen lesz a bél. Lehet, hogy a rostán csak kimegyen, kifújja. Nem van benne, valamelyikben van, de van sokban nincs bél sem, már néztem én. Nagyon sok. Itt nagyon gyenge.
Hát de itt hát nem ettem mégis. Jó, meg mondjuk van egy kis rávetés is. Mindig felvetek, mert direkt is hagytál sok felvetek, hogy tudják fordulni a kombányja. Ja, 18 óra húztam fel a végeit. Hát ki tudta? Nem tudta senki. Hát akkor nem vehetettünk volna a policát. Ez olyan, mint tudod, hogy meghalsz haunak. Ezt nem tud előre. Azért rájött ennyire előre, nem nyújt. De húztam az össze a hangtól az orvosok, de jobban milyen a gép, de... Nem kéne engedni rajta a kettőt. De miért húztál össze rajta? Na, jobban felemeli, így álltok meg emeltem. Na itt abszolút semmi, itt már meg is van komplet így. Már mit tárt? Már mit tárt meg? Ja, eddig jött végig? Uh-huh. Itt tárt meg. Így befordult, meg is állt itt. Mind a kettő nem kéne menjek, ha mi lesz itt. Elvigyel, befogja, nem? Hagyjad így, akkor menjél így. De ott maradt 3-4 szári túls is, vagy a végcső is. De itt miért tesszük már? Jaj, van ennyi sonka? Úgy kéne csinálni, hogy csináljak? Nem tudsz még visszafordulni, hogy mi nem lesz annyi ott vág, vagy ott hat sor. Ahogy mit poszítok, mint az a sok? Nagyon semmi. Ha itt semmi, de ott a fászállat. A beletársadott hús ganély lesz. Most ha nem keresztik van... Itt nagyon-nagyon megfőttem. Sokkal rosszabb, szerintem ott még azért jobb volt helyenként a ganélytól, de hát a ganély sem tudok. Igen, ganélyzva is. Erre motív, egy déli ganély. Itt te mindjárt megint nagyobb lesz. Ez jó, az ült rágya volt benne. Meg van kutva, már így ember legek használjuk. Úgyhogy akinek tetszik, dobjék egy lágat, illatkozom fel. Így van, osszátok. Bár sajnos nem tetszeni valahol munka, de hát mit csináljuk. Most nem egy jó szájtunkból csináljuk. Ilyen az egy. Szerintem nem igen fogják itt a környéket tenni a rekord elvéseket felfele. Úgyhogy srácok, az a helyzet. Kommentben azért megírásátok, hogy nálatok mi a helyzet. Láttam. Van sok helyet, ahol van jó korica végig. Agroinfo-ban láttam valahol itt már milyen megye már. Magyarba. Békés megyében volt, nagyon rossz a helyzet, úgy láttam Agroinfo-ban. Dunántúlon lehet, hogy lesz valami. Itt tudom, akkor mutasd meg mennyi. Mi látszik kamerán, lehet odáig. Hát melyik lehet? Tehát legalább jól élnek, ennyi az egész. Azok legalább már legyenek szépek. Teledik a szaporátnak, óra van. Úgyhogy, hát ha majd egy jó Isten jövőre visszaadja, amit most elvett. Itt annyi jó ott a szíli tildáj, ott a meddig. A szíli vagy 10-15 méter. De ott jó csövek vannak, itt ennyi. Hogy ezt mondja, hogy Robi szekér, egy kikert mondjuk azon tennia. Kikertre kell ott a kossal. Itt mi? Ó. Megvások már, nem ők már van majd többet. Ennyi jó, itt egy 10 ári van. Jó csöves. Ne is húzzam fel itt a pó. Na ne húzzad. Itt ennyi, itt milyen jó húzzad, de itt is. Van easy monkey. Dorsunk ilyen nyújtsak. Itt csak. Mutassuk a szelkentjük össze. Egyet.
mély a húszaga van. Nézzek. Meg van éle, itt megérjeztük a kést, azt majd meglássátok a videóban. Megmutattam. Itt ennyin vannak ilyen kis csövek. Itt egy... Bejebb nagyobb. Hát itt bejebb nagyobb, de itt ennyin ezen a pár árén. Várjál már, hogy húzzam le már. Ilyen kis szemek vannak benne itten. Egész innen a szélítő. Odáig. Odáig valameddig, de itt jó, az ő szép. Sűrűre is vetettük, hogy jó legyen, megmutatom, hogy néztek itt milyen jó csöves, de nagyon, nagyon kevés. Tehát pedig itt jó. Nézzétek, itt jövök, szépen jövök. Itt, ameddig vizesebb a terület, mert itt ilyen vadvizes. Itten, ezen a helyen. Itt jössz, jössz. Egyszer csak. Hirtelen, mintha már nem is ez a tábla lenne. Itt, ahogy még jössz. És sok helyt ennyi. Túrul még rosszabb, túrul is csak a legalja, ami jó. De itt is van fotókban, szép, melyik helyt milyen. De most mit csináljunk? Lehet itt tenni. Jó, de itt mennyin? Itt egy 20 méter befele esetleg. Itt már sárgul. Ebben a szem, de ebbe is nyújt. Ebben lesz. Erre még lehet eszünk zsengeit. Ezt hagyjuk még itten, legalább a zsengeit tegyünk, még azt se ettünk. Az átok 5800 emmel vagyunk, ez a traktor ez most már nagyon kenyérben van mostaná, ebbe az egybe. Feljátok a magus ízom, mutatom csak? Mutattam már, nem? Innen lebontottunk mindent, mit szoktunk bejönni. Itt kell kivenni ezt, nem tud rájönni. Bejön a nem, jó. Összeraktuk, jó, mert nem szivárú. Fasz a Csabi. Itt lebontottunk, csak ott. Szélyeztettük a félgeipet, egy szarír. Hát nem tudtuk, hogy ezt kicsavarjuk, és itt van benne egy stift. Azt kicseréled, ott mehetsz tovább. Ez van. Már jelentkezünk majd mindjárt még. Közben Csabival elbeszélgettünk, meg nem is igazán sértünk. De haladtunk, megyen jó. Nem megérdek jönni, mondjuk még vágtunk egyet. Ez is jó. Ezt lassan. Sok megy el, nagyon az így magos itt hova. És ide okunk, nem Csabé? Ahogy nem. Ilyen gyönyörűen megy a gép. Holnap veszek bele valami erősebb ciklót, ha találok. Remélem találok, nem mondjuk holnap szombat. Úgyhogy ja. Ennyit silóztunk és hárommal lett. Hát mondjuk a második az mint az nem volt olyan pedig. El vagyunk már fáradva egy kicsit. Nem viszont a vastarokat, hogy nekiszabad felé.
De szegény bele, ha holnap reggel szombaton megnyitva van. Most nem tudok kell lenni. Hát ami jó. Kácsisztak a fekszé, Kácsiszoljuk a körbe. Hát igen, ami jó bele. Hanem jó, hogy benne van, sem biztos, hogy benne van, ahol benne van, ahol van. Na most befényesedik, ha sokat se lehozunk. Mert ki tudja, mennyit áll. Úgyhogy így állunk. Majd ha végzünk még, annyit jelentkezünk, meg elköszönünk. Megtelettük, elég rendesen helye. Nézzem csak, hogy mégis hogy állunk, mit látok. Na most már látom, amit látok. Elég jó tegye, le Csabi. Ám, már ez a lába megint leesett. Ezt a kavaró veri ki, vagy nem tudom, de mindig leesik. Jű, de jó teli van, hely. Milyen faszal, olyan jó szaga van, nagyon szeretem a szagát. Hát nem látszik, de teli van végig. Na! Ha hova feljöttél, akkor ott tetejére te! Az egy szállat. De szerintem van rajta, nem tudom mennyi lehet rajta, jó lenne lemérni, de a fader milyen egyenes hely. Egy ki van egyenesedve? Biztos van súlya. Itt már befényesedett egy kicsit, úgy látszik. Na jó lesz, hál' Istennek a gép jól megyen. Nincs vele problémánk. Úgyhogy szerintem ezt a vlogot itt lezárjuk egyenlőre. Na srácok, hát nem volt jó, hát én nem köszöntem el. Köszönjünk el együtt. Úgyhogy itt az anyag, Dani mutatta a bocikáknak. Szépen darál a gép, hey. Jó, megraktad, hey. Hát megraktam egy cseppet, na. Fejdenek, kihoznak el egyenesedve. Úgyhogy srácok, akkor köszönjük a figyelmet, sajnos ez az év ez ilyen lett. Úgyhogy mindenkinek jó munkát. Mindenkinek jó munkát, kitartást, tartsatok ki, reménykedjünk a jövőbe, hogy majd visszajön. Bocikák egyenek, holnap folytassuk. Úgyhogy csapatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Egyelőre ennyi. Itt van Danival ketten, menjünk hazafele, elég volt mára. 11 óra van mindjárt, mennyi. Még nem, fél lesz. Fél 11 lesz, úgyhogy ennyi. Szevasztok, tschüss!